Befejeződött a vizes blokk felújítása a Bályokszobáti József Attila Általános Iskolában. A beruházás 5 millió forintba került. Németh Marica igazgató elmondta, a lány, illetve a fiú WC-ben mindent kicseréltek. Hát ez egy nagyon-nagyon hosszúra visszanyúló probléma volt már. Évek óta szükség lett volna erre a felújításra, hosszú évek óta. Hát ennek olyan jelei voltak, hogy tavaly szinte havi szinten jött vagy a vízmű, vagy a csőgörényes, hogy a dugulást elhárítsa. Tehát látszott, hogy valami nagy a probléma. És hát, mint kiderült, közben áztak a falak. És kértünk árajánlatot, hogy mennyibe kerülne, hát ez elég magas összeg volt, 5 millió forint körüli összeg, és augusztusban éppen nyaraltam, amikor a soproni klikből érkezett a telefon, és éppen Tompáné Balog Mária keresett föl azzal a fantasztikus hírrel, hogy a vizes blokk egy részére tudnak támogatást adni, és a fiú WC-t felújítják. Amikor a bontás megtörtént, akkor derült ki, hogy bizony ezek a csövek egymáson elcsúsztak, nem érinkeznek, és bizony ez az ammónia megevett ott mindent, áznak a falak, az ammónia szivárog a falakba. Kibontották a fiú WC-t, elkezdték a javítást, kiderült, hogy hát ez bizony akkor nem lehet össze kötni most már a lány WC-vel, mert egy teljesen új rendszer alakult ki, és akkor újra a klikhez fordultunk, és a soproni tankerület újabb, hát 3 millióval támogatta ezt a felújítást, és így sikerült, hogy most egy, azt hiszem, hogy ez egy 21. századi WC. És a költségvetés akkor hogy állt össze? Tehát igazából mennyiben került ez a beruházás, illetve ki milyen részt vállalt belőle? Hát ebből egy részvállaló volt, az pedig a Klik soproni tankerülete. Tehát ő finanszírozta ezt nagyjából 5 millió teljes, forintot, ugye? Teljes egészében, igen, 5 millió forint. Mikor készült el? Egy kicsit húzódott a történet. Ez ugye amiatt történt, hogy kicsit későn tudtunk belekapni, hiszen ezt a pénzt augusztusban kaptuk meg a tankerülettől, amikor felállt a soproni tankerület, és hát akkor kezdtünk vállalkozó, akkor kerestünk vállalkozót, hát addig megoldottuk, nem mondom, hogy nem, vagy egyszerű volt, a művelődési ház mosdóját használtuk, még szerencsé, hogy itt a szomszédban van. Mindenki rugalmasan állt hozzá, gyerekek is, pedagógusok is, és hála Isten elkészült a... Ugye sok mindent elvégeztek, itt járólapoztak, csempésztek, kicseréltek minden. Ajtót, WC-t, mindent. Igen. Tehát ez ugye úgy indult, hogy talán 2 millió forintból meg lesz, de mint általában az építkezéseknél, akár otthon is, hogy kiderül, ha valamit elkezdünk bontani, akkor ez így magával hoz mindent, és hát ezúton is köszönjük a soproni tankerületnek, hogy megértette ezt a problémát, hogy itt nem lehet akkor már kis apró lépésekben tűzoltást végezni, hanem hát ki kellett forgatni sarkaiból, nem a világot, hanem csak ezt a vizes blokkot. Ez nagyon fontos dolog, hiszen itt közel 200 gyermek van, különböző rendezvények vannak, használják is az iskolát, tehát egy vizes blokk megléte, ez egy fontos dolog. Azt hiszem, hogy egy vizes blokk megléte, de nem csak az iskolában, mindenről sok mindent elárul, hogy az mennyire kultúrált. És hát azt mondtam, hogy iszonyú szag, mert nem illat volt, már a tanterem fala is ázott, úgyhogy ez nagyon aktuális volt. Van-e olyan dolog, amit még akár ha a felújítás kapcsán közeljövőben meg kell tennünk, hiszen az elmúlt időszakban azért komoly felújításon esett át az iskola, itt külső felújítás volt, itt ablakcsere, sok minden történt, több 10 millió forintot költöttek az intézményre, van-e még, hát amit kell? Merjünk nagyot álmodni, mindenkinek vannak olyan területek, amiket, vagy olyan álmok, amiket szeretne megvalósítani. Természetesen szeretnénk ajtókat cserélni, a bejárati ajtó elé
tehát hogy ne essen a gyerekek eső, a nyakába az eső egy ilyen gömbhéjas esőkidobót. Egyébként ezeket a költségvetésünkben, amit most adtunk le a Soproni tankerületnél, ezeket jeleztük. Hát természetesen amennyiben erre lehetőségük van, én úgy gondolom, hogy ezeket támogatni fogják, de ez a legfontosabb dolog volt, amit most ilyen gyorsan és hát rugalmasan meg kellett oldani. Tompáné Balogh Mária, a tankerületi igazgató elmondta, minden segítséget megadtak a vizes blokk felújításához. Imént beszélt az igazgatónő arról, hogy milyen felújítás történt itt az általános iskolában. Hát itt gyorsan kellett cselekedni, mint hallottam. Hát igen, ez egy érdekes történet volt. Igazgatóasszony megkeresett augusztusban, ugye a Soproni tankerületet, amelynek a kihelyezett tankerülete vagyunk mi még január 1-ig, vagyis hát december 1-ig tulajdonképpen, mert én addig fogok itt dolgozni, és megkeresett, hogy gond van itt a WC-ben. Már régóta adták be a kérelmüket, a költséget, de eddig még sosem kaptak rá összeget, és amikor a Soproni tankerület ugye felállt, és kaptunk egy bizonyos összeget, akkor igazgató úr, Marek János igazgató úr rám bízta ennek a felosztását, hogy melyik intézmény mennyi, mire van szüksége. Ezt felmértem akár mind a csornai, mind a kapuvári tankerület részéről, és nagyon örültem annak, hogy két iskola kivételével mindenki megkapta azt a teljes összeget, amit akár működtetésre, akár felújításra kért. Ez volt az első kör. És akkor 1 100 000 forint körüli összeget kért a Bágyokszobáti igazgatóasszony, meg is kapta, akkor értesítettem nyaralása alatt a helyettesét, hogy hát ez rendelkezésükre áll. Hát ezt már a történet mondta az igazgatóasszony, elkezdett a felújítás, és mint általában mindenütt, akkor jön neki, hogy még van más gond, más probléma. És egyik nap hívott az igazgatóasszony, de nem, mert már maga mellette állt az a polgármester úr, és mondja igazgatóasszony, hogy nagyon nagy gond van, de ezt inkább hadd mondja el a polgármester úr. És ekkor derült ki, hogy még szükség van. Hát legalább ekkora összegre, vagy többre, hát sikerült többet előteremteni, és így történt meg a teljes felújítás. Nagyon örülök, hogy egy ilyen szép vizes blokk alakult ki, készült el, és valóban nem jön az az ammónia szag. Én ismerem korábbi múltamból, hogy ezek micsoda gondok, problémák, amikor ilyen szakba, mert ez csak szakba kell dolgozni. Tudom, megnézte, hogy sikerült akkor elkészíteni. Igen, megnéztem. Ott voltam az előbb, és valóban nagyon szép, esztétikus, hát a valóban a 21. századnak megfelelő vizes blokkkal rendelkezik most már a Bágyokszobáti iskola, aminek örülök, hogy ehhez sikerült hozzájárulni a Klik Soproni tankerületének is. Köszönöm.